Szevasztok, üdvözlök mindenkit. Kicsit még olyan reggeles a fejem talán, mert nemrég keltem. Még itt nagy reggel van, közben ég a tűz. Egyébként YouTube-on ez nem tudom, hogy mennyire szabad, vagy hogy ilyen veszélyesnek gondolják. Mondjuk sok ilyen túlélő videó is van, ugye, amiben tüzet gyújtanak, szerintem az se ilyen kategóriájú. Na mindegy, ez igazából nem is egy vlog, hanem ilyen köszönetnyilvánítás, mivel elértük az 1000 feliratkozót, amit nagyon szépen köszönök, és jól esik, rengeteg pozitív kommentet kapok, támogatást, még ilyet így nagyon nem tapasztaltam, így YouTube-os karrierem óta, lehet így is fogalmazni, mivel még csak ebbe az évbe úgymond indult be. Képzeljétek el, ebbe az évben, januárban 480 feliratkozónál voltam, és körülbelül olyan 570 fele úgy gondoltam, hogy abba hagyom, mert nem néz senki, nem nagyon sikerül semmi. Úgy másfél év után azt hittem, hogy kicsit gyorsabb folyamat. Látjátok, nem hagytam abba, mert valahogy mégis úgy szeretem csinálni ezt az egészet. Sok időt teszek bele, amennyi van. A szabad időm nagy részét mindig csak a videózás tölti ki, vagy a videóvágás. Nagyon szeretem csinálni, főleg így, hogy már van még egy kis plusz motiváció. Eddig is nagyon szerettem, meg úgymond még régebben ennek tanultam. Ilyen videóvágós, fotósnak, csak nem úgy jött össze, így elkezdtem YouTube-ozni magamnak. Ezt a vágyamat, ezt a művészi részt, vagy alkotási vágyat, úgymond ki tudom élni. A Discordon is egyre többen vagyunk, már gyűlünk, azt hiszem 25-6 tag van, meg a bot, meg én, hát ilyen 20 plusz ott a leírásba, hogyha szeretnél csatlakozni. Egyenlőre olyan nagy eventek nincsenek, de van egy ilyen patch notes-os bot is, az is működik a csatornán, mert a Discord csatornáján, ami automatikusan ugye minden szerda vagy csütörtök, attól függ mennyit késik, leírja az újdonságokat WoW-ról, de ez több játékból is működik. Szóval nagyon szépen köszönöm, tényleg nem tudok mit nagyon mondani, jól esik ez a sok pozitív komment, e-mail. Már volt olyan is, hogy in-game írtatok, hogy például amikor megrette a firalat, emlékszem valaki írt, hogy gratulál nekem, tehát jól esett és ilyen random volt teljesen. És úgy terveztem, hogy kicsit változatosabbá szeretném tenni a csatornát, főleg inkább a jövőre való tekintettel. Nem szeretnék az a videós, vagy ilyen tartalomgyártó, nem tudom, hogy nevezik, lenni, aki csak egy kategóriába sorolható bele, szerintem az nem olyan jó. Próbálom egy kicsit a személyiségemet is belevinni, vagy nem is tudom, mert ez nem úgy van értelme a videózásnak, nem pedig az, hogy mondjuk minden nap leülök csézni, szegény kodiak, mindegy, bocs. De ez csak egy példa, ő ugye nagyon szereti a játékot, arról lett híres, oké. De én egy kicsit több mindent szeretnék, de főleg magam miatt, ki szeretném magam próbálni benne, ez a legjobb szó rá. Például ilyen vlogolások, jó, nem lesz mindig mellettem tűz, de ilyen vlog, vagy ha elmegyek valamerre, talán, nem tudom. Ez még tervezés alatt van, hogy miket csinálhatnék, de játékterén is nyilván szeretnék kicsit változatosabb lenni. Story game-ek, például a God of War Ragnarököt ki szeretném újra játszani. Abból a szempontból ugye nyilván láttam a VR-nak a végigjátszását, de az egyik kedvenc játékom a God of War sorozat, és így megjelent most PC-re, majd lehet januárban, még hogyha nem is olyan nagy a hype, de én nagyon szeretem azt a játékot, és majd ki szeretném játszani. Illetve majd ilyen újabb megjelenő story game-ek, ilyesmik. Szóval még tervezés alatt van, de hát még mondhatni azt, hogy nagyon kezdő vagyok. Hát 2 éve csinálom komolyabban. Már előtte is videóztam egyébként, de az borzalmas volt, meg hát kicsi is voltam. Mármint abból a szempontból, hogy nem voltam annyira érett videóvágáshoz, nem értettem, nem volt ilyen kamerám. Ez egyébként egy telefon, egy iPhone 12. Szeretnék benne vinni talán egy kis egyediséget, amennyire tudok. Majd ha egyszer sikerül szertennem egy ilyen nagyon jó kamerára, én nagyon szeretek ilyen hangulat videókat csinálni, mint például mondjuk most ősz van, hogy hullanak a levelek, meg
nem is tudom, ilyen reklámszerű hangulat videó, nem tudom. Például ilyeneket is nagyon szívesen csinálnék, meg ezeket nagyon is szeretem megvágni, színezni, ugye egy color gradingelni. Csak hát egyelőre nincsen kamerám, egy telefonom van, majd összegyűjtök rá szerintem, csak nem a legolcsóbb, ilyen 800 és 1 millió forint között vannak, ami tényleg olyan minőségbe is vesz föl, ami azt mondja az ember, hogy wow. Szóval ilyesmi terveim vannak, és mint mondtam, nagyon szépen köszönöm, már 1030 valamennyien vagyunk. Discordra, aki szeretne, nyugodtan jelentkezzen, itt van a link a leírásban. Ti pedig addig is vigyázzatok magatokra, én nagyon szépen köszönöm a figyelmet és a szubokat ismét. Sziasztok!